1928-ban Budán születtem, a Böszörmény utcában laktunk akkor. Sok gyerekes család, 11-en voltunk testvérek, én a második voltam a gyermekek közül. Édesapám Bárdos Lajos, zeneszerző, karmester. Nagyon szép gyermekkorunk volt. Sok gyerek között jó társaság volt együtt mindig. Néha gyerekes veszekedések is előfordulnak ilyenkor, de jól megvoltunk, és szép gyerekkorunk volt. Ez akkor az Attila utcai általános iskolába jártam. Közben elköltöztünk a Krisztina körútra, akkor a Érseki gimnáziumba, a Keleti Károly utcába. Ott végeztem a 8 gimnáziumot. Ez volt a kerete a ifjúkori életemnek. Közben cserkészet, kongregáció, minisztrálás a budai ferenceseknél. Ezek töltötték ki a diákkorom éveit. Nagyon szerettem a matematikát, mert én gyerekkoromban édesapám is a műegyetemen kezdte a tanulmányait, később tért át zenei pályára. Úgyhogy ő is szerette a matematikát, és én matematikai rejtvényeket is közösen is nézegettünk. Emlékszem egyszer, már sajnáltak a szüleim, hogy mindig a számokkal foglalkozom, kicsi voltam, még nem jártam iskolába, és elvittek sétálni, hogy most ne a számokkal foglalkozzam. És akkor, amikor hazaértünk, akkor mondtam édesanyám, útközben 63 fa mellett sétáltunk el. Akkor is a számok érdekeltek így a séta közben. Általános pafi hivatás az megvolt bennem régóta, de tényleg egyetlen pillanathoz fűződik az, hogy elhatároztam, hogy nekem Bencésnek kell lenni. Valamit olvastam, már lefeküdtem este, és olvasgattam egy Bencés szerzőnek a művét, aztán egyszer csak olyan belém nyilalt ez a gondolat, hogy fölkeltem, az ágyba sétálgattam, mert annyira megrázott, hogy nekem Bencésnek kell lenni. Ezt egy ilyen pillanat föl is helyeztem a dátumot, hogy 46. október, november 18-án történt, hogy akkor határoztam el, hogy Bencés leszek. Biztos Urunk által, mert általa állasztod el minden jóval a világban. Zajlott utána a 8. osztály, és csak a nyáron jelentkeztem aztán Pannonhalmára. Közben jött a Pannonhalmának nem feloszlatása, de egy államilag erős visszaszorítása, hogy a 70-en voltunk akkor növendékek Pannonhalmán, és csak 14-et volt szabad megtartani. Hát én meg kórházban voltam nyilván akkor, nem én voltam a megtartottak között, úgyhogy amikor már meggyógyultam kórházban, hál' Istennek meggyógyultam a betegségből, akkor nem jöhettem vissza Pannonhalmára, hanem akkor beiratkoztam a központi szemináriumba civil hallgatónak, úgyhogy egy évig aztán ott hallgattam az előadásokat, és otthon laktam szüleimnél. Utána 52-be jött az a változás, hogy Pap Kálmán Győri püspök úr 5 közülünk, ilyen eltávolított bencések közül, akik fölvett ide a győri szemináriumba, hogy itt folytathatjuk a tanulást. Mikor elvégeztem a teológiát, megint a szentelés előtt megint közbe jött egy betegség, csonttuberkulózis jött, és akkor még lemaradtam a szentelésről, megint pár hónapig kórházba kellett maradnom. Úgyhogy akkor végül külön a következő tanévben, meg a földtön egy pár órát tanultam még itt ott a tanévfolyamán. Februárban szentelt föl külön a szeminárium kápolnájába Pap Kálmán püspök úr. Utána ő helyezett ide a győri bencésekhez, mert ez a templom a Győri Egyházmegyének most is Győri Egyházmegye temploma. De nem voltam tanár, csak világi papként idézőjelbe, káplánként működtem itt egy világi pap főnök alatt. Mikor enyhült valamit a idő, akkor Legányi Norbert főapát úr mondta, hogy talán most már megpróbálhatná, mert fogadalmam se volt, ugye lejárt az egyszerű fogadalom 3 éve, azóta csak úgy éltem fogadalom nélkül, bár nyilván nem változott bennem semmi, tovább is Bencésnek éreztem magam.
De akkor jött, hogy próbáljuk meg titokban, most már letehetjük az örök fogadalmat. És akkor többen a Győrt végzett, a szemináriumban végzett bencések közül letettük, úgy külön az ő szobájába, csak úgy nyilvánosság nélkül letettük az örök fogadalmat. 63 óta tanítok. Úgyhogy ez az 51. tanévem most, amit idén fejezzünk be, most érettségiznek a tanítványaim, de jövőre valószínűleg, sőt, hát meg is beszéltük, hogy jövőre már kiállok a tanításból, már nem merném vállalni, hogy tovább vezessem az ifjúságot. Az embernek nagy tervei vannak, amikor indul fiatalon, de aztán kialakul egy gyakorlat, amiben törekszik. Törekszik megtenni a Jóistennek, amit tőle telik, és hát talán a Jóisten így is látja, hogy nagy álmok után egy egyszerűbb élet következik, és kedves lehet előtte, csak ember érzi a saját gyöngeségét, és bízik szüzenye közbenjárásában, isteni irgalomban, és ez a bizalom, ez ad erőt az embernek ahhoz, hogy folytassa, hogy tudja az életét.